Üdvözöllek, itt Ülyei Szabó Zoárd. Ebben a mostani videóban a veséink jobb állapotba hozásáról lesz szó. 80 ételről és italról, melyek tisztítják a veséket, illetve vese problémák esetén célszerű megemelni a mennyiségüket a táplálkozásunkban. A veséket nem csak akkor érdemes megerősíteni, ha már valamilyen probléma kialakult, mivel veséink nagyon fontos szerepet játszanak. Ők szűrik meg a vért, kiszűrik a vérből a húgsavakat és azokat a szennyező anyagokat, amelyek ugye nem kívánatosak a testünkben. Kb. 30 percenként az összes vér a testünkben átfolyik a veséinken keresztül, azaz kb. Naponta 50-szer szűrik át a vérünket. Tehát ha a veséidet tisztán tartod, nagyobb hatékonysággal tudják a vért megtisztítani, így ez kihatása lesz a szív- és érrendszered működésére is. Illetve szinte minden más szervet, gyakorlatilag miről a vér ugye mindenhova eljut a testben. Egyébként veséink kb. Akkorák, mint az öklünk, és csecsemőknél csak úgy, mint a fej, a vesék aránya is jóval nagyobb a testhez képest, mint nekünk felnőtteknek. Ez a tény is jelzi azt, hogy ugye a veséknek kiemelt szerepe van a szervezetünk működésében, mert már csecsemőkorban ugye kellően nagyok. Nézzük is az első folyadékot, a vizet. A tiszta víz az egyik legjobb vese tisztító ital, és minden inkább csak H2O-ból áll az, amit ugye iszol, annál jobb. A magas ásványi anyagtartalmú vizeket célszerű kerülni, pláne ugye vese problémák esetén. A magas kálcium és foszfortartalmú vizek, ha nem is direkt módon, de indirekt módon mindenképpen hozzájárulnak például a vesekövek kialakulásához, illetve a szénsavas víz sem tesz ugye jót a veséknek. A legjobb víz, amit én is már évek óta fogyasztok, az a desztillált víz, az a valódi, ugye 100%-os tiszta víz, amiben csak H2O van. A második a bogyós gyümölcsök, mint ugye a tőzegáfonya, fekete berkenye, fekete áfonya, az eper és a málna. Általában a bogyós gyümölcsök jót tesznek a veséknek, mert tele vannak ugye antioxidáns vegyületekkel, melyek csökkentik a betegséget okozó szabadgyökök számát a testünkben, illetve javítanak a vékony hajszálerek állapotán, a veséknél is sok ilyen vékony ér van. A tőzegáfonya nagyon jó belső fertőtlenítő hatású, jót tesz a húgyutaknak és segít ugye vese problémák megelőzésében is, de nem mindig tesz jót, ne ígyjuk, ha például le van lassulva az anyagcserénk, vagy ha már kialakult vesekövünk van. Harmadiknak a citrusfélékből célszerű többet fogyasztani, mint a citrom, a grapefruit, illetve a grapefruit magcseppek. A citrom elsősorban tisztító, méregtelenítő hatással van, és be lehet vinni citromlé formájában, illetve citrom illóolajat is lehet alkalmazni. A grapefruit magcseppeket pedig vese elégtelenség esetén lehet a terápia részévé tenni, természetesen egyeztetve az orvossal is. Több kutatás is készült már ezzel kapcsolatban, melyek során beigazolódott, hogy a grapefruit mag csepp hatására a vesék vérszűrő képessége javulni tud. Negyediknek 4 gyógynövényt vethetsz be a vesély tisztításához, a csalánt, a mezei zsúrlót, az aranyrutát és a bojtorján gyökeret. Keverj el egy nagyobb bögrében egy-két evőkonállal szállított gyógynövényekből, ezekből majd forrász le őket egy 3 deciliter vízzel, és hagyd ázni 15 percig, aztán szűrd le. Így ad naponta többször. Az ötödik ételcsoport a magas vastartalmú zöldségeket és gyümölcsöket, illetve egyéb ételeket. Fontos megemelni ugye az étkezésünkben. Vesebetegséggel küszködőknél gyakori egyébként a vashiány. A testünkben jól hasznosuló vas van a májételekben, csirkemáj, marhamáj, libamáj, kacsamáj, a legtöbb magban, ugye tökmag, mandula, makadámia, dió. A goji bogyóban, amelyből inkább a gyümölcslevet célszerű inni, és nem az aszalt magot, illetve a nyers csokoládéban és a céklában. A céklát nem csak vas tartalma miatt érdemes enni, vagy inni, hanem azért is, mert megemeli a vérben a nitrogénoxid mennyiségét, ez lehet a hatodik ételcsoport. A nitrogénoxid nagyon fontos a vérünk tisztasága szempontjából, hogy elegendő legyen ugye belőle. Egyes kutatások kimutatták már azt is, hogy a nitrogénoxid csökkent szintje a vérben vesekárosodáshoz vezethet, szóval hatodiknak minden olyan ételt vagy ital célszerű inni vagy enni, amelyek megemelik a nitrogénoxid szintjét. Kapcsolódva az előzőekhez, a hetedik a spirulina és a chlorella mikroalgák, melyek egyrészt úgy segítenek, hogy ugyancsak jó nitrogénoxid emelők, másrészt rengeteg hasznos tápanyaggal tudják ellátni a testet. Ha nem eszel elég zöld színű zöldséget, akkor az egyik legjobb megoldás, ha naponta 2-3 alkalommal étkezések közben vagy után fogyasztod a mikroalgákat.
A vese állapotának javításához egyébként inkább a klorellát célszerű szedni. A mikroalgák hozzájárulnak a vér és a vesék tisztításához, segítenek csökkenteni a magas vérnyomást, illetve a magas koleszterin szintet is, melyek mind-mind fontosak a vesék egészsége szempontjából. A nyolcadik és egyben utolsó lépésben a legjobb zöldségeket említeném meg. A káposztafélék, a karfiol, a spenót, a piros kaliforniai paprika, a zeller, a spárga, a zuborka és a padlizsán azok, amelyekből érdemes többet fogyasztani a vesék tisztításához. Természetesen, ha valamilyen vesebetegség esetén az orvos káliumban alacsony táplálkozást javasol, akkor ki kell venni a magasabb kálium tartalmú zöldségeket a diétából. Vesekő esetén pedig a magnézium, a B-vitaminok és az E-vitamin bevételét lehet pótolni, még ugye étrendkiegészítőkkel. Nem tesz jót a veséknek, károsítják a veséket, illetve vese problémák esetén célszerű csökkenteni a bevitt mennyiségüket, ugye a tejtermékekből, a magas sótartalmú ételekből, a szénhidráttartalmú italokat, a koffein, a GMO-s ételeket fontos még csökkenteni, illetve a fehérje bevitelt is, tehát a túl sok vörös hús sem tesz jót. És két érdekesség a végére, az eddig dokumentált legnagyobb vesekő, amit eltávolítottak emberből, kókuszdió nagyságú volt, és súlya meghaladta az 1 kg-ot. Az első sikeres vese átültetést pedig 1954-ben végezték el Bostonban. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha vannak további személyes kérdéseid a videóban elhangzottak a kapcsolatban, küldd el nekem e-mailben, hogy biztosan értesülj a következő hasonló videókra. Ne felejts el feliratkozni a videócsatornára, ha még nem tetted meg. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. Ebben a videóban a vesékről volt szó, a vese egészségéről. Köszönöm a figyelmed, az egészség legyen veled!